Jordánia feltett szándéka felkerülni a nemzetközi divattérképre. Az Ammanban rendezett divathéten a közel-keleti régió feltörekvő dizájnerei mutathatják meg tudásukat. Nemzetközi eseményekre csak nagyon kevesen jutnak ki. Az idei Ammani szemlén több mint 50 designer kollekciója mutatkozott be. Sirene Rifai, az esemény megálmodója szerint a közel-keleti tervezőkről a világ egyszerűen nem, vagy csak alig tud. De nem csak a világgal szeretnénk őket megismertetni, hanem tulajdon hazájukkal is, mert itt is van pótolnivaló bőven, teszi hozzá. Az El Zay férfiaknak tervez öltözetet 1992 óta. Amman mellett működnek. Öltönyt, stílusos munkás és szabadidőruhát egyaránt varnak a legfinomabb anyagokból. A palesztin-brazil származású tervező Zainab Al-Kiswani Abu Dhabiban nőtt fel. A libanoni dizájner Jean-Louis Sabadji a milánói Domus Divat Akadémián végzett. Kreációiban a merés csillogást a klasszikus kotűrrel ötvözi. Idei tavaszi-nyári kollekciómat a 80-as évek diszkókorszaka, annak vibráló csillogása inspirálta. Fémesen fénylő darabokat terveztem, időutazásnak szántam őket, magyarázta a tervező, aki már túl is van első lépésein a nemzetközi ismertség felé vezető úton. A legkeresettebb indiai színésznő Deepika Padukone például előszeretettel bújik az ő kreációiba.